Sanátos módon az emberek nagyon sokszor valaminek csak az árát nézik és nem az értékét elindult egy olyan irányba a világ, hogy anyagiassá váltak az emberek, és sokszor nem abban látják a valódi értéket, amiben ez megtalálható. Amikor az ember arról beszél, hogy segíts másoknak, akkor ez nem feltétlenül pénz kérdése. Hogy a nagyon bölcsen megfogalmazta, hogy a segítségnyújtás többet ér, mint egy dézsa arany. Nem tudom, hogy te hogy állsz -e ez a kérdéshez, de a szándék azt látom, hogy sokakban megvan, hogy másoknak segítsenek, de azt gondolják, hogy elég a saját problémájuk is, hiszen még maguknak sincsen elég pénzük, vagy éppen azzal vannak el vagy gyerekeiket felneveljék, és a saját életükben megoldják a pénzügyi kihívásokat. Éppen azért beszélek erről, mert az, ami valaminek az ára vagy az értéke, az nem ugyanaz. Annak az értéke, hogy te valakinek segítesz egy pár kedves szóval, azt nem lehet forintban, dollárban, euróban, semmiben megfogalmazni, és ez az, ami nem pénzkérdése, ez az, amit bárki megtehet Ráadásul a segítségnyújtásnak van egy olyan fantasztikus felejárója, hogy amikor az ember segít másoknak, akkor ő is jobban érzi magát a bőrében. Emögött nagyon sokfajta összefüggés áll, hormonálisan is. Például, amikor az ember valaki másoknak segít, akkor elkezd benne egy olyan fajta boldogság hormon termelődni, amit úgy hívnak, hogy szerotonin. Nem is akarok feltétlenül ennek a tudományos hátterében elmerülni, de mostanra megértettem Ralph Waldo Emerson nagyon bölcs szavait, miszerint senkit sem tudsz átvinni a csónakodal a túlpartra, anélkül, hogy te magad meg ne érkezz. Ami annyit jelenthet számunkra, hogy azáltal, hogyha másoknak segítünk, akkor a jutalmunk az lesz, hogy mi is jobban fogjuk érezni magunkat. És amikor segítesz, akkor soha nem a pénztárcát, hanem a szíved mérete számít. Éppen ezért arra biztatlak, hogy keresd a módját, hogy minél többet segíthess az embereknek, emeld őket, mondj nekik egy-egy kedves szót, és az egész vissza fog szállni rád. És ha ezt megtesszük, akkor eljutunk oda az egyik kedvenc gondolatom felé, hogy úgy élhessünk, hogy a dagályjal minden hajó felemelkedik. Ahogy elkezdenek az emberek segíteni egymásnak, egyre jobb helyé válik a Föld, ahol élhetünk.